mezzo, gyerekek. Szia, Évi. Évi Müller. Na, szóval Kanarvics. Gábor Kerekes. Adam, Mária, lick my fucking nuts, Steve. Évi, na végre elkapok egy lábot. Zoli, szia, Robi, hol vagy? Itt vagyok Siófokon, gyerekek. Várjuk a nagy vihart. Figyelmeztetést adtak ki, hogy hatalmas vihar jön, este tisztő hajnalig fog tartani. És mászunk be az autóba, aludjunk ott, mert a sátrat el fogja vinni a hurikán, vagy milyen cunami. Mária, hogy érzem magam? Jól? Egyre jobban. Nagyon fasza volt a mai nap. Sok minden történt. Porszív, hol a csaj? Teli van itt csaj, jó, mindenhol. Kovi, azt hitted, nem is lesz live. De igen, csak dolog volt. Zoltán Káni, jó hely, ugye jó pisza. Esik az eső ma, mintha érzem, hogy pötyög. Ti érzitek-e? Ja. GXT, milyen volt az éjszaka? Ne is kérdezzed, bazd meg, a szomszéd csátóba egy űrge úgy horkolt, hogy nem tudtam aludni semmi. Mind a láncfűrész úgy horkolt, mint a medve, bazd meg. Ott volt a sátra 3 méterre, és a földtől még úgy berezonált, te, mintha az én sátramba lett volna. De oda megyek, olyan trúgok a sátor oltanában. Aztán persze a talaj görcsös volt, úgyhogy nyomta az oldalamot mindenhol. Meg fújt a szél, meg hajnalban azok a kurva varjak úgy elkezdtek károgni, hogy attól nem tudtam aludni. Úgyhogy ja, nem volt legkelemesebb az éjszaka. De túléltem. Aludjak a Ducatóba. Ducató otthon van Székelyföldön a tanyán. Az Audiba fogok ma aludni. Kovi, vannak ugyanilyen sátrazós élményeid. Jó, be kellett volna fogjam az órát. Én nem fogta be a barátnője az órát, hogy tud aludni mellette, nem értem. Tóth Balázs, időkép radarján nem látok komoly vihart, max eső lesz. Akkor csak ránk jezgettek potyára. Szevasztam, mi a helyzet? Zoltán Káné, gondolkodtam, hogy én is lemegyek Siófokra csobbanni. Ma nem volt időm csobbanni, amúgy is felhős volt, meg egy csomó előadáson voltam, úgyhogy mire vége lettek az előadások, arra neki kellett állni, csomagolni, kicuccolni az autóba. Csoki, szia! Porszívó, milyen a társaság, Évi, mesélj! Jó, nagyon fasz a minden amúgy. Amúgy az éjszaka szar volt, de a nappal az jó volt. Megismertem egy csomó fasz embert. GXI este 10-re valóban 81% esélye, mondja, esőt ott. Hát igen, és nézzél bele, hajnal 1-2 van, 90%. Na, de nem baj. Kovi élménybeszámolót kértek az első napról. Hát most nem tudok mindent elmesélni, de aztán csináltam klippeket, és összerakom hónap reggel, és feltöltöm. Zoli, meddig leszel a Balcsin? Hát meglássuk, vasárnap vagy hétfőn indulok vissza Gyöngyösre, és lehet. Úgy volt, hogy hétfőn, mert ugye végül is hétfőig tart, hétfőn délbe el kell hagyni a tábor területét, de vasárnap este délután lehet már rámegyek, és lehet Pesten megállok, és akkor majd hétfőn megyek vissza Gyöngyösre. SV77, haló, ahó, itt New Yorkból, végre elcsiplek live-ban. Végre, hát a minap is itt volt a lesvé. Fülöp Zsolt, szevasz.
Aztán lehet hónap lenézek én is. Az Aranyparton vagy látom. Ezt annak hívják. Hát itt a Sió-camping mellett a strand, ez a Sóstó strand, vagy Sió-camping strand, nem tudom. Mária, most kocsiba fogsz aludni? Hát igen, mert ez szar kicsi sátram van, egy rétegű, az tuti, hogy beázna, és nem akarok éjszaka vagy hajnalba költözni vizesen. Inkább alszok ma autóba. Kismán Varga, haló, szereztél már nőt, asszony, te fiú? Ez nem, olyan, nem úgy megy, hogy szerezek, hogy most kimegyek, ma szerezek egy asszonyt, tehát ezt vagy találkozunk, vagy nem, vagy összefutunk, vagy nem. Ezt nem lehet úgy erőltetve csinálni, hogy na most megyek, szerezek egy asszonyt, megfogom, becsapom a hónom alá, vagy az autóba, és szereztem egy asszonyt. Nem úgy működik. Esvies sátrazás, kellemes feelingje. Szólt, mint a rezonátor cső a Simpsonon. Jó. Na, költözök arrébb a Csihányba. Hát arrébb költözök. Már megvárom a reggelt, hogy az is lehet, a szél arrébb fogja vinni az éjjel. Ja, amúgy megtaláltam a sátorszegeket. Nem is én, hanem a szomszédom, aki felismert a videóból, csávó. Fűbe megtalálta, kis barna zsákocskába voltak. Mária, nem fürödtél? Nem, mert nem volt időm, mert egész nap programok voltak. De holnap fürdök. Attila Nác, jaj, de jó zene. Ja, egész kellemes. Horszíva éjszaka, csendes, semmi sziréna zaj. Ja. Zsolt, mit figyeljek az időjárásra? Jó van. Kovi sátor jó bírja a vizet, nem hiszem. De majd kiderül. Randerep, szia, jó vagyok, kösz Isten. Ízé, be lehet menni ingyen. Ide a strandra be. Fesztiválra oda nem, oda kell jegyet venni. Esvi, mesélj valamit, mik a programok, merre kóborultál? Hát mindenfele itt volt stand-up comedy sátor, meg a vegán sátornál voltam a legtöbbet az ottani programokon. Kerekasztal beszélgetés, meg itt meditáció, jóga, itt mindenféle. Tehát ott bóklászik körbe az ember, nézelődik, ahol kedve van egy kicsit hallgatózni, oda beül egy kicsit, hallgatózik, aztán tovább van. Látod, bent hagytad volna a kocsit, most könnyebb lenne. Igen, de kiraktak volna, eddig lehet minden estő. Nem rizikózhattam volna. Palazsó, sziasztok, kocsi, hol van? Meglátod rögtön, ahol a naplementét néztük a tegnap. Pont ott a korlátnál, a padok mellett. Úgyhogy ha szerencsénk lesz, reggel egy nap felkeltét, csak borús lesz hónap, úgy látom egész nap. Pénteken viszont tiszta idő lesz. Nándor, a fehér nép hol van? Hátam mögött, masszírozza a hátamot. Nem csak, szia Rubikán, szevasz Pityu, mi a helyzet Miskócon? Vajda Józsi, Robert. József Norvégiából, remélem jó a buli. Jó, jó. Kicsit váltsak át a másik kamerára, hát ha még. Jaj, a fókusz, hogy bebolondul most. Nem bírja az ilyen halvány szürkés képeket. Fordítsam a fények felé kicsit. Ron, én is itt vagyok, Siófokon, igen? Zsuzsanna Bodonyi, Robi szingli marad. Hát, ha az maradok, akkor az se tragédia. De nem maradok, az
csajozású, nincs valami tanfolyamot. Nem kell nekem tanfolyam. Nem csak halad felétek egy 20-30 km széles csapadéksáv. Nem lesz veszélyes, most néztem a radar képet. Jó van. Itt a mi a stársz? Semmi különös. Várjuk a vihart. Kovi reggel napos felhős, egy órától kitisztul. Az előbb még a reggel 6-ig vagy 7-ig mutatta a vihart. Várja, ez jó, mi? Na most már csepeg az eső, lehet kell meneküljünk rögtön. Kovi, a héten már nem lesz eső, arra egyedül szombatra mutatja, nem lesz gáz a sátor így. Itt a síjofok az egy év vagy kettő. Mi fog történni itt? Fene tudja. Nándor, lassan venni kell egy lakóautót. Hát tudd meg, hogy szeretnék egy olyan Fiat Ducatót, egy régit, egy 80, mondjuk 85-től 90-ig évjáratot, 92-ig, a veteránt már legyen 30 éves legalább. Ja, de alkovost, ha veszek lakóautót, csak alkovost veszek meg régit. Tudjátok, mi az az alkovos. Krisztián, hajdult, milyen volt a nap, most csatlakoztam, mesélj kicsit. Mesélek rögtön, el kell bújjunk mindjárt. Ja, mindenki vonul el, jön az eső, gyerekek, el kell húzzunk. Gyereki óra, süt a nap, és mutasd meg a hasadat! Mutasd meg a hasadat! Vagy a hasad alatt a repedést! Gyújtsunk lámpát, gyerekek, mert fókusz nagyon vadászik. Mit csinálunk, ha fog esni az eső? A végén be kell üljünk a sörsátorba. Éj a csajok, hogy rikittóznak. Menjünk oda egy kicsit, ahol a zene van. Most ittam egy kortya alkoholt, gyerekek, mit szóltok? Jó fiúcska vagyok-e? Pedig lehet kapni, mert teli van sörrel, borral, mindennel, pálinkával. Csapulják. Mária, jó fiú vagyok, ugye? Mária, bújjunk be a kocsiba gyorsan. Igen, és vegyünk be egy leánkát is magunk mellé. Nem, ugye az Audi meg van ágyazva, gyerekek, az ülések le vannak engedve. Be van téve a szivacs, hátul a hálózsák, párnák, minden. De egy kicsit megyünk még ide, ne a koncerthez. Bulizunk még egy kicsit. Húzzak magamra egy menyecskét, hogy ne adzok el. Szevasz, pont mi a helyzet? Menjünk, fogunk most egy leánkát. Hello. Itt van sátor, ne nem ázunk el. Zsuma, zsuma! Fele, fele! Thank you.
Köszi, nagyon jó fejek voltok, azért játszunk még egy dalt. Ez már megtörtént. So I say this in English. When we played this in Corfu with Netanel, maybe he's still here. Then we had to start it from the beginning because somebody liked it so much. C'est la vie is like this, the life. Ezt mindenki tudja, vagy aki nem tudja, most megtanulja. Például azt, hogy mi az, hogy basszus gitár szóló. Basszus gitár szóló lesz. Thank you.
Köszi, szuper fejek vagytok, hogy eljöttetek, vagy hogy véletlenül itt vagytok, az is tökök jó. Meghalljanunk, ezt figyeljétek. Köszi szépen, igazából tök jó, hogy itt vagyok, és tök jó, hogy van ez az alkalom, mert nekünk bevallom ilyen töredelmesen, hogy nagyon készültem erre, sose jártam még ilyen nagy színpadon, csak véletlenül, vagy így söpörni, és ott pedig megengedt, hogy a kábeleket feltekerjem pár éve. Szóval tök jó, mi igazából ennyivel készültünk, de ha akarjátok, kitaláljunk még valamit? Igen! A Sibi, aki szinte nincs itt, azt kérte, hogy játsszuk el az Omeni Pandemumot. Ja, figyeljetek, tudunk itt fényt csinálni a nézőtéren? Akkor ez lesz. Nem igaz, hogy nem készültünk egyébként. Jó. Ezért vannak a lányok. Eszter, kérdezik, érdemes megházasodni, mert helyettük gondolkodik. Házasságintézmény egy képviselő. Még a Dávidnak azt mondta, hogy ne házasodjon meg, de... Azt is mondta, hogy ne költözön el Budára, szóval... Ezekkel talán sokkal tudom ellátni. Figyeljetek, az lesz a következő, hogy namaste, namaste, Chikananda Rupe. Ezt most gyorsan megtanuljuk úgy, hogy mondjátok utána, mi szerint, hogy namaste. 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 Chikananda. Chikananda. Rupe. Rupe. Namaste, namaste. Chitananda. Chitananda Rupe. Jó, szuper. Mondjuk, hogy megtanultátok. Ez se lesz nehéz. És azt jelenti, figyeljetek, hogy meglátom a másikban lévő istenit, vagy istendőit, vagy szuper tuti vagány jeljeit, és azt fogjuk csinálni, ez egy ilyen koreográfia, vagy felmutatják a lányok, vagy mégiscsak tartjuk őket valamiért, tehát, hogy így ezt figyeljétek, imatartás, very nice, very good. És igen, és akkor oda mennek egymáshoz, és kerüljenek itt egymás szemébe, egyszer, kétszer, 17-szer, amennyiszer jól esik, és aztán így továbbállsz a szupermarketben, és keresel valami másik emberterméket, akinek ugyancsak ennyire kellettek, hogy mennyire vagány ő, és közben beengedett, hogy valójában te is nagyon jól nyomod. Ennyi. Én most ezt mindenkinek megelőlegezem.
Majd mi lesz valami, azzal fogjuk kezdeni, hogy megtanuljuk, mégis csak az rohadt hasznos ezen a ponton, hogy tudjuk, és aztán mondjuk, aki tudja, az megindulhat a térben. A fény viszont nagyon-nagyon szükséges lesz, ó drága Zsolt, mert különben egymásnak borulás lesz. Ez az a dal, amit nem szoktam tudni jól elkezdeni, és pillanatokat beégek, de hát most sikerülni fog. Namaste, namaste, Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, namaste. Magadnak énekelt el, hogy jól nyomod. Namaste, namaste, Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, namaste. És lehet Mishnának nézni, hogy mennyit, miben vagy jó. Namaste, namaste, Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, namaste. És ha kész vagy, akkor indulj meg a térben és keresd egy áldozatot. Namaste. Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, Namaste. Maradni lehet, tovább menni, minden a fény. Namaste, Namaste, Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, Namaste. Jó, miért a mások szemébe? Namaste, namaste, Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, namaste. És legyél nyitott a másik ember, amennyire tudsz. Namaste, namaste, Chidananda Rupe, Chidananda Rupe. Namaste, Namaste, Chidananda Rupe.
Vége, több nem lesz. Mi volt az együttes neve?
valaki a programba pillancs össze meg, de van, aki úgy maradt. Hát én gondoltam, tovább fog tartani. Lehet a vihar miatt lett ilyen korán véget. Este még nyomták 11-kor is, ha jól emlékszem. Na hát ennyi volt a bulinak. Kocsma még nyitva van. Menjünk a kocsmába, hova menjünk? Korán van lefeküdni. Hány óra? 9:55. Na menjünk vissza a táborba, nézzük meg, még valami action ott lesz-e. Egy kis drum circle vagy valami. Ja, van pár üres sörös doboz. Gabli most jön a csakra nyitás. Olyan bolondok, hogy tudtok, annyi hülyeséget írogattok kommentben, de ne szégyenítsetek. Nem tetszik, az ne nézze, ne hallgassa. Még csufókodtok azokkal az emberekkel, akik évezik ezt. Lesz-e még olyan valami? Hát a legtöbbnek nem tetszik. Ja, de hallod, de nem lesz itt még valami? De lehet a vihar miatt. Tegnap úgy emlékszem, a 11 után is még. Ja, lehet a vihar miatt. De ebben még lesz biztos valami. Drum circle vagy ilyesmi. Nézzünk szét. Hosszú gatyát vettél? Ja. Nem volt, igen, nézd meg, GPS-t a látszókra, és kamerával tesz, tényleg, akartam is mondani a számomot, éd le, hogyha majd, nem találjuk egymást, most a csomag is ott van. Ja, hát csak nem fogjuk. Még egyet nézzünk ki a partra, ha már itt vagyunk, lám esti fényeket, aztán menjünk a táborba. Jó, mennyi ügyes saj volt ott elő a színpadnál, hé. Láttam, mert egyik irányt azt kifejezetten fényeztek. Kifejezetten. Megy egyébként. Megy egyébként. Megy az adás, igen. Na, hallhassátok, itt van egy csaj velem, felszedtem egy lány, csak egy kicsit vastag hangú, de... Üdvözlet, hogy hívják a Kriszti, vagy hogy hívják a csapatot, aki nálam üdvözlő minden is Kriszti. Ó. Hogy nem Kriszti? Hát tudod, aki itt van. Írt ide valamit? Vagy? Hát nem, csak üdvözölbe, úgyis visszanézőbe. Ajaj, mondtam, egyik néző mi írta, hogy belejogázik. Igen. Nem csak Robikám, Isten lássa lelkem, engem a csajok jobban érdekelnek. Hát igen, engem is. Na jössz, ez a komám nem lehet, én meg egy leánkártya szerintem, akkor így nem lesz semmi ma már. Várjátok, a napnak nincs még vége. Hát hogy ölelják meg, hát a kamera a kezemben van. Én is gondoltam, hogy téged kamerást is valaki megölelhet. Hát nem ölel engem meg senki, hát ti hibáltok, az is többet nem live-ozok. Túl bekerültek volna az intim térben. Jaj, ez az utolsó, gyerekek, most ölelgethettem volna a Leánka, akkor miattatok nem tudtam. Elbasszáltok a szerelmi életemet. A YouTube tönkreteszi a szociális meg szerelmi életemet. El van basszva minden. Na, itt alszik valaki, ne beszéljünk túl hangosan. Itt is lehetne aludni, lehet, hogy ott vannak a napágyak. Jó, gyerekek! Na, itt nem fogunk látni nagyon. Jó? Jó, jó. Hát sokat úgy se látni, csak egy rakás repkedőből néznek, hogy néz ki, mint a havazna.
Ja, Istenem, le kell ócsom azért a flash-et, csak akkor még sötétedbe lesz. Kérdezni nézőket, hogy való lesik már az eső. Tényleg, mi van az esővel? 10 óra nem jött. Érdekes. Lát, a szél elvitte. Jó, jelzés van minden. Nem kellett volna lajvozzak. Többet nem lajvozok itt a fesztiválon. Hát látod, nem tudok megölelni egy leánkat, namasztezni. Most hogy tudtam volna namasztezni én is ott elő a színpadnál? Nagy kanizsán nem esik. Kovi, jó az így. Nektek jó, de nekem nem jó. Ott kellett volna lennem, átvettem volna a kamerát, és azt nézték volna, hogy téged ölelget. Na igen, látod, ott hagyta, leléptél. Na mindegy, menjünk be a drumcirkőbe. Hát szar se lehet látni, olyan szarovka fényviszonyok. Nem csak jövőre megyek veled, amíg live-ozol, addig én csajozok. Nem, nem, te fogod a kamerát, és én csajozok. Nem, miért nem segít nekem senki, mindent egyedül kell csinálják. Goblin fájkamerekkel úgy lehet elágatni. Nem jó, hát megijednek a fájkamerától. Robi, kiválasztasz egy csajt, én megfogom a kamerát, ez nem ugyan. Na, pont nem volt állott, látod. Úgy mondod, hogy nem késő. Hát már késő. Hát elment már mindenki. Mindegy, menjünk egyet a drumcirkőbe. Mi lesz ma este? Nézted-e még a programot? Nem néztem a programot. Bár a vihar miatt lehet, ma semmi nem lesz. De van bent. Komoly dizsi. Dizsi van bent. Dizsi van bent? Ja. Örül olyan hangulat, mint a dizsibe most. Csoma bósódi, kösz a live-ot, érezd jó magad, köszi. Global kamerával nehéz, kézben nehéz lesz sőzni. Hát azt mondom én is, kapcsolom ki minnyi. Robi, holnap csináljunk kihívás videót, na? Milyen? Fogom a kamerát, kihívás videót, és megmondod a csajoknak, hogy ez egy kihívás videó, kiengedi, hogy átöleld. Megfogom a fenét. Vagy mi? Attila, Nácz, köszönöm szépen, hogy ezt közvetítetted. Na, van, akinek tetszik. Egy embernek, Attila, Nácz, neki tetszik, többinek, senkinek nem tetszik. Ja, még nem csak pityunok. Azt mondta, és jön jövőbe. Balazsó, menjünk Digibe, hát ott szerencsénk lesz. Ja, csak ti nem jöztök a Digibe, felejtsétek el, kapcsolom ki minnyi az adást. Még visszasétálunk egyet oda a táborba. Hát, ha látunk valami érdekeset, csak akkor kapcsolom ki. Mi az, ami nem tetszett nekik rajta? Hát, hogy túl hippis, hogy ja. Túl ezotérikus. Ne anyukám is itt van. Szép jó estét mindenkinek. Szia Robert. Szia máma, mi a helyzet? Gyöngyösen. Hogy volt az a mondás? Mi folyik ott Gyöngyösen? Akavon szektor. Mi a helyzet Lajos Tata? Mondja Lajos Tata, átfutom a szomszédba, akart vizet tölteni. Mondtam neki, hogy nem azt te. Nem azt én. Nem azt én. Jaj, de bolond vagy Lajos Tata. Nem azt én. Nem azt én. Ne vizet töltsön, mi? Ezt a megölöd a medvét. Ja, meg Spitfire-nek is tetszett még. Jó idő van, meleg út ma is, akkor jó. A Varga Pityu tetszett mindenkinek, mert hatalmas poén volt megint az egész. Hát ja, mert mindenféle vicces kommentet írogattok, és akkor lehet rajta kacagni. Én nem ítélek el, én nem bánom, csak
annak lesz kellemetlen, aki jelen volt itt, és véletlen rátalál a live-ra, és elolvassa a kommenteket. Meg ki kell kapcsoljam a kommenteket, utólag ne lássin a live-csetet elolvasni. Pofám bőre lejön, ha valaki odajön hónap, és megmondja, te, neked milyen nézőid vannak, miket írogatnak, hát nem szégyeled magad, be ne kapcsol többet ezt a kamerát, míg itt vagy. Ja, átteszem esetleg unlisted-be vagy privátba. Na mindegy, jó van az, úgyhogy szerintem itt nem olyan sértődékenyek az emberek, hogy megsértődjenek ez miatt. A petyeg megint az eső. Nem az te. Nem az te. Nem csak. Viszünk alván, sajozunk együtt. Na úgyis jó lesz. Kovi Robi, ezen ne aggódj, mindenki magát minősíti végül is. Igaz. Vincent Vega mondanám, hogy arra ha se rancs, majd namasztézel a sátorban. Jaj, gyerekek. De azért bírom a live-okat, mert annyi hülyeség lefolyik, bazd meg. A kommentekbe is, akkor mindig történik valami érdekes, valami váratlan. Mint most, hogy minnyi a vihar belé fog seperni ide a Balatonba. Ma esik. Elinduljunk-e? No, azt mondja, külföldön hasonló fesztiválokon a fákat ölelgetik itt legalább egymást. Nem csak, nehogy szégyed már a fonokat. Igen, spivat már Magyarországon is sok ilyen képet láttam, mert jó. Trihuggers. Anyukám, ma esett ott az eső. Nem, most kezd esni, és reggelig fog esni. Hát autóba kell aludjak, mert riadót fújtak, hogy a nagy vihar lesz a sátorban, nem biztonságos. Kiskop, ez dehogy sértődnek, hanem ütnek, de fordulatból. Goblin, vállaljuk a felelősséget. Na akkor jó. Na és tehát azt mondja, amikor ölelgették egymást, az énekes eléggé mondta, hogy nem azt hé. Nem azt hé, hanem a másikat. Bajkrajder, de szerintem jó volt, mindenki jót nevetett, aki érti a viccet. Értsük a viccet a legtöbben. Azt ölelgetni engem éri. Haj, de Zsolt, nope. Falsor után itt is ölelgeti a falakat. Kovi, másrészt teljesen lényegtelen, hogy ki mit gondol a másikról. Három napig tartó csodának sem minősül. Varga Pitya, a vihart várjuk meg. Várjuk. Vincent Vega, bocs Robi, de nem tudtam kihagyni egyébként tőlem, és a visszajátszásnál nem lesz benne. Ja, hát én értem a poén, gyerekek, tudjátok, én nem sértődök meg egy-egy hülyeség miatt csak. Public image-re egy kicsit vigyázzunk, ha bár nekem, nálam ma mindegy, ejszé. A public image le van szarva. Nem csak, nem mesztelenül kirándulni, hanem nesztelenül. Vagy esztelenül. Mária, én csak a tanyára kerestem a csajokat. És te láttál-e? A levezetése. Jó. Mária, azt nézted, meg tudja tolni a fűnyírót. Ez kemény. Jó. Egészségednek lenni. Hogy most megint itt egy sört. Te nem inna? De nem iszok meg, mert hogyha nem iszok meg egy sört, akkor nincs baj, de ha megiszok egyet, akkor igen, kívánok igen. Még egyet. Igen. És akkor utána még egyet. És akkor utána még egyet, úgyhogy ezért... De hogyha nem kóstolom meg, akkor nincs baj. Nem, többet soha az életben nem akarok másnapos lenni. Úgyhogy... Én úgy döntöttem, ez a száraz fesztivál lesz nekem.
vannak minden egy csirítani. Ami nagyon zöld, ez a demokratikus, szerintem ilyen. Nem csak, Pityi, azt mondani, hogy jövőre már több nejű leszek a második napon. Ezt a helyet. Majd elmondom, hogy táborból se hallatszik semmi. Táborból se hallatszik semmi, szerintem itt végám a rolló be van húzva már a vihar miatt. Esetleg ez a sátorba, ma készítettek elő egy nagy sátrat. Esetleg ott lesz valami buli. Kassa. C-vel írják a kasszát, és két S-sel ezt. Milyen nyelv? Mondjuk ez ilyen kellemes, csendes nyári eső, ezzel nem is lenne baj, hogyha csak ennyire esne. Jön a préhernyó! Majdnem elütött. Berecki gyors. Milyen fűszak van? Vendéglő dugig. De mi ez a csönd? Sehol nem szó, se zene, se semmi. Mondjuk, ha már fürödtem, nem fürödtem, mert a csomó programon részt vettem, és délután pakolászni kellett, este 8 volt, mire fél 9, mire a partra leértünk. És borús volt egész nap, úgyhogy nem volt kedvem fürödni. Majd fürdünk hónap, a kisüt a nap. Bátyar, de annyit hisz, hogy másnak nem emlékszel rá, akkor vagy megszekted az ígéreted, vagy sem. Ha meg, akkor van vége. Az mindegy, hogy emlékszel, vagy nem. Nem csak előzzem meg a másnaposságot, maradjak részeg. Nem akarok. Nem akarok. Na, Zsolcs Üle, köszönöm a közvetítést, szuper, jövőre én is megyek. Szerintem érdemes ide egyszer eljönni, aki kíváncsi ezekre a dolgokra. Amúgy nem igaz, hogy itt mindenki hippi meg izé, full new age vagy ezotérikus. Van itt mindenféle ember. Így a küdítőt. Nem lesz itt még valami. Nem tudom, ott lehet, van valami diszkóterem, ott hol szól a zene. Úgy látszik, hogy nincs ott senki. Merre menjünk erre, vagy? Nézzünk el ide a Sóstó partjára. Nem látták még. Hogy? Nézzük, nem látták, hogy ez van. De igen, de egy kicsit a tegnap érkezéskor. Nem maga ott, nem a tóhoz, hanem a mellette van-e valami érdekesség. Tegnap volt a Drum Circle, tábortűz. De ma nagyon nagy a csend. Pedig ma még többen vagyunk, mint a tegnap. Na, jött még egy csomó ember. Kapuna a gyerekek, amúgy ma kéreztem be, de nem engedtek be. Mondom, nénének, engedjen be, most mondták be. Ők mondták be, hogy rendezők, hogy ugye nagy vihar lesz, hogy aludjunk az autóban. Mondom, be kell hozzam, hát át kell cuccoljak, és az autóba kell aludjak. Ne haragudj, értsd meg, nem tudom azt, hogy...
az én autómot csengették be a szervezőit. Utána meg egy gyerekkel találkoztam, aki felismert nézőm volt, mondta, hogy itt dolgozik a szervezők, szervezésben benne van. Mondom, valahogy szervezd be az autómat. Úgyhogy nem tudom, az enyémet csengették be. Úgyhogy nagy a szigorúság. Mi tárulnak? Kambucsát, úgy lát. Globál, te csak a csajok miatt jönni? Az Ozora az milyen? Az Ozora Fesztivál. Még New Age-esebb? Még ezotérikusabb? Kovi azt mondja, Ozora és Everness között félúton már, mint nem távolságban. Van két másik fesztivál. Én azokra járok minden évben. Se nem ennyire nyugis, de nem is olyan basztatós, mint az Ozora. És melyik az a kettő? Nem írod meg nekünk? Angéla Váradi, sziasztok, most jöttem, mi újság? Szia, Angie! Itt mi lemúltunk a parton, egy kicsit koncerteztünk, kicsit namasztéztünk, visszajöttünk a táborba, nézzük meg, hogy valami mozgás van itt még. Várjuk a vihart, csepeg az eső, nagy vihart mondtak az éjszakára, sátorozók veszélybe vannak, azt mondták, hogy baj lehet. De reméljük nem lesz nagy baj. Zsolt, van aki azt írta, igye a lüdítőt. Robi a sör üdít fissit. Nyet alkohol. Nem jó, felévünk te. Hol volt az a Drum Circle a tegnap? Mert itt a lakóautósok vannak. Menjünk oda a tópartra. Vagy nem voltál te erre felé tegnap? Láttam erre, de nem tudom, mit értesz Drum Circle-t. Hát a tábortűzt nem láttad itt a Sós tópartján. Ja, csak eldumáltuk az időt. Szerintem most nincs. Elkövetkezik, hogy lakókocsival jövök, egy lakóautóval, szépen ide behúzok. És többet nem kell taknyolni. Ja, sokáig dobultok. Végén már idegesített, és nem tudtam attól sárulni, hol a horkolás miatt, hol a dobolás miatt. Nézzem, ilyen igluk, vagy hogy hívja. Ez, de most csend van. Te éva tűz. Na, tábor tűz van. Voltam. Szóval, hát viszik be a parazsatod a sátorba. Most mind lávok. Igen? Nem van a Sun Fesztivál és a Samsara Fesztivál. Ismered ezt a kettőt? Ja, hol van a kocsit? Nem messze a tábor mellett. Attól néztük a tegnap a naplementét. Kóvi, értem, oké. Szan és a szamszaras, ezek mikor vannak? Hoppa! Én a muzsika,
látod balra? Nem, nem. Itt látod, itt kint. És itt van a projektor, és rávetíti az árnyékukat a sátorra. Jó, volt, mint egyik másik fejére tette volna a kezét. Uh-huh. Vicces. Hogy ne menjünk térdelőbe, mert akkor nagyon gáz. Szám most júli 17-től egy hétig. Oh. Júli 17-től egy hétig. És a szamszara? Szia! Hát én milyen a balatoni parti. Jó, kellemes. Idén csak a számra mész. Na, már menjünk még. Elvándorod, tehát csajízzi a füstszakba. Valami muzsika. Az hó? Ott a nappal is regisztrálni kell, csak mondom. Volt egy bementő. Az a szex sátor? Tényleg arról el is feledkeztem. De hallod, hogy ott mi szokott lenni? Nem megyünk be, mert úgy sem engedem, most már mondom, nézzük. Sex education, ugye? Az hó van? Gyere itt, hogy ne zavarjuk a projektort. És itt milyen koncert lesz most? Nem, van egy kis élő zeneszínpad. De csak ilyen szexuális tanácsadás, nem? Vagy ilyen programok zajlottak ott. Gyakorlati oktatás is volt. Igen? És részt vettél? Nem. Belecsöppent. Hoppa, a piros lámpa, az-e? Kapcsolódj le. Vissza kell kapcsolni, mert nem látok semmit. Valami mozgás, az nem te egy autó. Ott én két csaj, ki lehet, onnan jönnek.
De melyik jobbról levő sátó? Igen. Az a sátó? Vagy ez? Merre? De hát ott nincs semmi. Itt is projektorok vannak. Nem jött? De hiába megyünk, mert nincs semmi fény. De nézzük meg. Van-e? Intim előadó tér, szerda, kupleraj, tantra személy vagy kupleraj. Miért jó nemet mondani? És itt ma miért nem jártam én? Valahogy kimaradt ez a rész. Szakrális lánybúcsú, szakrális ünnepek. Csak az utolsó van, mit az én azt javaslom. Biszexuális vágyak, polilili. Stressz vagy szex? Jóni tojások, intim kristályok. Jó, hát vannak munkás dolgok, mi? Ja. Majd visszajövünk a hónapi menüt, megnézzük. De érdekes ez a projektor itt, ami ilyeneket vetít ide ki. Ez is vajka, jó programok, tetszik. Ricsi, Kőrösi, lehet tudni, hogy hol vagytok? Siófokon az Everness Fesztiválon. Nem csak, Pityu. Kutya legyek, de jövőre megyek veled, Robi. Addig élek is. Na gyertek, bandázzunk ember. Miért nem jöttetek az idén is? Hónapok óta mondom, hogy jövök az Evernessre. Egy kutyanéző már nem jött velem, hogy ne legyek egyedül. Na itt találkoztam egy pár nézőmmel, de... véletlenül. Hogy vagytok ilyenek? Tudtátok, jó, hogy jövök, és nem jöttök, egy kicsit bandázzunk együtt. Csak online szerettek írogatni. Gyerekek, ilyen otthon ülő típusok vagytok. Én menjek mindenhova, és ti nem jöttök sehova. Szörnyek vagytok. Na, kicsit megyünk ide az élő zenéhez, ne gitár. Ez fasza lesz. Kóvi fényfestés, jó tudsz. Magadat közvetíteni fogod. Hogy? Magadat belőle a másodat. Nem biztos. Ide gyűlik mindenki, mert másóban nincs semmi. Megiszünk egy jó kombucsát. Nem szeretem. Az a baj, egyre jobban esik az eső. Te, ezek azok, akik a szomszédba zenéltek ott, te. Felismerem azokat a teknős békadobokot. Jó hangja. Ma csináltam egy klippet. Egy UFO, vagy mi ez? Egy tacskó. Szomszédban, hol a sátor? Ott szembe, ahol a gitároztok. Nem láttad őket? Az utó oldalán. Messze vagyok, Norvégiában. Esvi árak milyenek, kajapia, ócsú itt minden. Kovin, a szanon ilyen gond nincs, reggelig van buli. Még a végén el kell menjek a szanfesztiválra. Itt vegán csajok vannak-e, Kovin? Biztos. Még a nyáron összehozunk valamit. Augusztusban jövök ismét.
láttál még előbb júliusban is kiugrok egy pár napról Sanfesztiválra. Az is egy hetes vagy csak néhány nap. Igen. Gyarom, az jó bulit, én most jöttem melóból valakinek, azt is kell. Igen. Köszi. Jó pihenés neked. Jaru, augusztusban jövök motorról, menjünk motorozni. Kovi, na itt 1000%, hogy jó zene lesz. Nyomják még. Máté 27-én jöztük le Balatonra. Kovi, egy hetes, de ha jönni akarsz, akkor szól, mert idén zárt körül tiszteletjegyet lehet venni, szóval be lehet jutni. Oké. De jó, mentál hangat van. Valaki mentateát iszik szerintem. Ez jó muzsika lesz, hallottam őket ma zenélni. Meg kell tegyem a kamerát, ha meguntam fogni. Lábra kell tegyem. Gyerekek, egy kicsit itt hallgassuk a zenét, és aztán megyünk, fekszünk le. Nem lesz ma már ezen kívül semmi. És amúgy is ne fél 11, maradunk 11, és lepekre is, akkor vagyunk tele. Ide, ide, ide. Amúgy is jön a vihar rögtön. Bár nem biztos, hogy lesz nagy villany. Hány óráig mutatja? Tizenegytől? Napontő, akkor egy fél óra alatt. Egyik. Ja, hát akkor nem lesz. Covid hétfőtől péntekig lesztek. Táv szerint. Máté 27-én is még ott vagyok, összehúzhatom. Hát lehet 26-án vasárnap már elmegyek, de meglássuk. Kovi, küldjél valami üzenetet Messengeren vagy e-mailt, hogy tudjak üzenni, hogyha jövök. Próbáltam, most nem volt a sóskén, de hős volt, nem kérdeztél. Tudom, hogy ott vagy, szívesen meg a telefonon egy üdítőre. Köszi, Global. Majd következő volt. Írom, ilyen jó hangulat van. Igen. Nem, nyugodtan csak. Thank you.
Semmi különös, várjuk a vihart, fél óra koncertnek, és aztán fekszünk le. És ez meg az elemem hangulnak. Nem csak, hogy a fablók én is a karra csinálja, de meg a harmad mi lesz. Jó lesz mi, hogy ennyit hangoltak, nagyon jó kell legyen. Még itt nem vagyok benne, ugye? Nem. Igen.
Szerintem itt se szólna senki. Jó van, az úgy kezdjük, mert jön a bió. Nem. Nem, ez elmegy. Elmegy? Akkor jó. Megkértem. Lassan kezdjünk el nyomulni befelé mi is. Mindenki előre! Jó, menjünk oda legelő! Hova? Ide beférünk még. Tömegnyomór van, gyerekek. Nincs elég hely a sátor alatt. Túl sokat hangolnak. Thank you.
Na. Ezt ennyi taknyulás még nem láttam. Meddig hangolnak, ha mindjárt megzárom. Várják, hogy elállom, de szerintem van. Reggel elállom. Mondom, hogy 140 néző várja a hangulást. Igen? Na, hát igen, hát szóljon. És még itt vagyunk, hogy mennyi, két sátor alatt. Hát össze magát. Vagy 100-an itt is vagyunk. Még két sátor alatt. Kezdem megunni. Jaj, azt csinálnám, elkezdenik egy számot, egy percig játszanám, és akkor megállnánk, megkérdeznénk, jó van-e így. Mindenki mondaná, jó van, az úgy nyomnák tovább. Senki se fogja hallani, egy kicsit félem, hogy főleg az eső is elveri. Sávó még mindig nyomkodja az iPad-et. Hihetetlen. Csincsics, olyan éles hallás, hogy emberek tudnál, hogy egy kicsit félem. Este 11-kor van, mit szállok. Másik színpadon mi van? Semmi, itt csak lefedés. Itt van egy csomó ember. Nem látszik, mert sötét van. No. No, ahora me va a ser. This is the legacy of the play technique. Bajkajdér, nem lesz ez három szavas, itt lehet szavak se lesznek. Mindenki nyugodt, itt igen. Jön fel a nap már. Thank you.
Csakra balba mit lehet kapni? Csakra balba van, mit lehet kapni? Milyenekkel igyak valamit, nem tudom jól tanulni. Szerintem az enyémet is sokan úgy nézik. Először tőle tényleg most már. Ez a gondoló oldalát aztán be, és mindig előtt jön. Messze már elvonulok. Mit csinálsz? Maradt szemébe. Egyebet még megnézni? Hát, ha valami, hogy elfogadjunk. Vagy már nincs, amit megnézni. Szerintem vége. Na jó. El vagyok menve. Kézzük között volt olyan műjét, aki nagyon jó eszterdig. Nem hiszem. Jó. Ó, elvetted az árnyődöt? Nekem. Nem, baj, tartsad magad felett. Na, hát ez nagy csalódás volt az utolsó koncert. Gondoltam, egy kicsi jobb pörgőset nyomnak, de hát... Valami dobokot hallok. Na, azt még nézzük meg a dobosokat. És aztán... Itt mi van amúgy? Ja, a crew camp ez a szervezőknek a táboró, de nem szabad meg azt. Ó, dobónak valamelyik sátorból. Vagy ez hátulra jönök.
Felkülhetünk le, vége. Mondjuk a falat itt nem esik. De várjátok, ez nem azok voltak a saját sátorok? Nem zártak a saját sátorok? Mi az arcok a kajassátok? Hát beeste 11 óra van. 11-kor ne kajáljatok. Na jó, én megyek, teszem el magam hónapra. Te? Na jó éjszakát. Ha jövök reggel aztán. Jó itt. Összecimboráltam egyik nézőmmel, aki felismerte tegnap a parton. Itt vele mászkálunk ide-oda. És ma felismert még egy nézőm, barátnével volt itt. Velük is közben beszélgettünk, találkozunk. Már két nézőm felismert. Jó, és nem, még egy, három. És négy. Egyre többen ismernek fel. Villanyszerelés 2997-24-87. Na gyerekek, a csillagszálló, nem is csillag, hanem milyen szállónak nevezzük ezt el, a négy karikás szálló. Nem négy csillagos, hanem négy karikás. Ja, ma volt itt egy motorma, csak elment, mire jöttünk. Itt volt egy 1150-es GS, pont olyan BMW, mint az enyém. Kocsmákban még van élet, úgy látom, és úgy hallom. De nekem nincs kedvem kocsmázni, gyerekek, kerülöm az alkoholt messziről. Amúgy csöndes az eső ilyen. Langyos nyári eső. Hogy hívják ezt a játékot, amit az asztalon tologatod a korongot? Azt tologassák itt. Sóstó terasz. Egy zeneszó van, vagy öt ember. Vége. Nem baj, legalább jókorán lefekszünk 11-kor. Aluszunk reggel 7-ig, vagy 6-ig. Korán kellünk, megnézzük a naplementét, a napfelkeltét. Mindig csak naplementét nézünk, úgyhogy napfelkeltét már nem is szoktam emlegetni, de fasza lenne reggelre. Elmennének a felhők, tudnám nézni egy jó kis napfelkeltét. Duszalom az asztali hoki. Robi, menjünk a zene irányába. Nem, a zenét kerülöm. Na, a zene van, ott ital van. Jó, zene van, ott copyright van. Hónap megiszok egy ízét valamit, és beülök egy ilyen bumper karban, és szédüljek jól le. Na, csak viccelek. Száraz fesztivál, gyerekek. Csak vizet iszunk. Csak vizet. Teli van autóval itt minden idekint. A csihány teli van parkoló autókkal.
Ja, sőt, még oda is jobbról fenn az a kis plac, ez a kis tisztás. Na, menjek a fák alatt, hogy leső ne várjen. Magár itt se leszik a fák alatt. Mindegy, ha a düssön megszárad. Azért kezd egyre sűrűbben esni. Jó fasz. Diófala. Mindenki egymás egyén hátán ide. Bécsi hányút. Kíváncsi vagyok hónap reggel. Sátor mennyire alszik el. Kiszedtem mindent belőle, ruhát, meg ilyen, ami elalszhat. Benne hagytam a hűtőládát, kajával, meg a konzerveket. Látom, sokan vannak autóba. Mondom, azt ajánlották, hogy van itt ez a tisztás. A naplementét néztük a tegnap. Itt is teli van autókkal. Azt ajánlották, hogy aludjunk autóban. Itt is alusznak az autóba. Jött még ide vagy két lakóautó. Beálltam én is ide. Itt néztük a naplementét. Itt vannak a padok. Hát látszanak a túloldali fények. Szökünk be ide. Szállj, meg van vetve. Ne tessék. Négy karikás hotel. Jaj, te fiú! Mi lett? Ráfeküdtem a kulcsra. Rábiza. Le se kéne csukjam ezt a hátsó ajtót. Be fogunk párásodni. Nem mindegy. Jó, az úgy. Ja. Na gyerekek! El vagyok menve, pa. Várjatok, na, nem itt terveztem ezt. Na, vetkőzzek le egy kicsit, mert le kell húzzam a nadrágomat, és le kell dobjam a felsőmöt, helyezem kényelembe magamat, és akkor kettőt még szólunk, és aztán fekszek le. Egészséges életmód, gyerekek, 11-kor lefekvés, zéró alkohol, zéró cigi, zéró fű, zéró magic mushroom, mindjárt seggemet fogjátok látni a kamerán. Fuck! Picsa. Hogy vagyok ilyen marha? Kikapcsolhattam volna korábban a kamerát, itt striptizelek live-ba. Ez az na. Ja. Mennyivel jobb autóba aludni gyerekek, mint sátorba? Nem nyomják a fagyökerek az oldaladot. Jaj, nem horkol a szomszéd. Tegnap olyan csúfúl horkolt az éjjel a szomszéd, esküszöm, majdnem guttát kaptam. Jön a vonat. Na itt a vonattól nem fogok tudni aludni. Aztán fújt a szél is a tegnap éjjel. A sátort úgy mozgatta, az oldalát itt zeregtette. Ja. Aludtam valamennyit, de gyengén, aztán hajnal felé a kurva varjak, jól úgy kezdtek károgni. Na, hogyha elég szar volt az első éjszaka, a második jobb lesz, az autóba mégis jobb aludni. Dukatóval kellett volna jöjjek. Kellett nekem luxus, meg kényelem. Erős autó, meg légkondi, meg automata váltó, mi a francnak? Jó volt a Ducato a tavaly is.
Ja, de nem baj, gyerekek, veszek én egy lakóautót, ne féljetek. Jövőre egy régi Ducatót, alkovost megeresztünk. Bejött egy szúnyog! Kurva anyád! Ja, hogy jó, nagyon jó a hangszigetelése ennek az Audinak. Robin, öregszél, Robi, nem neked való már ez. Legalább a horkolás nem fog zavarni, Kobi, mi? Máté, jaj, szúnyog a helyet, hogy egy fehér nép jött volna be. Hát, ám, felkapcsolom az összes villanyt, teszek egy kicsi zenét. Hát, hogyha van egy hajléktalan hippileánka, akinek szállás kell éjszakára. Elfér itt még mellettem. Esvéú, mekkora szúnyog, abban még pilóta is volt. Jó, gyerekek. Itt szoktam csinálni, megvárom, amíg lesz rászáll a fülemre vagy a nyakamra, vagy az arcomra, és akkor pofán csapom magam. Kinyírtuk-e? Jó. Máté, lehet nem is szomszéd volt a sátorban, hanem egy medve becsempészte magát a kocsitba, meg bújra. Nem tudom, a medvék horkónak-e. Kis kopec, ez a szex sátor, gyerekek. Buszám VIP helyiség, ha? Kovi, azért ez az úgy teljesen vállalható. Esvé, 20-25 évesen sok buliban aludtam kocsiban. Mama, akinek két anyja van. Na jó, hát elmegy egy-két éjszakát. Drusztán jól esne egy kis sűri drusztán, főleg most, de tartsd magad, már megéri. Ja, hát most már minek 11 óra lefekvés. Amúgy se lehet lefekve sört inni, hát hogy lehet a hátadon fekve sört inni? Jó, mondjuk elé tudnák ülni a vezetőülésbe. Nem kell, utálom a sört. Itt már nagy szó, zene van, ott vannak a csajok, és igen. Máté, ott vannak az antennás Tesla. Jaj, azok a izék, a bumper kocsik, ütközős. Még egy szúnyogot hallok. Nem öltük meg a szúnyogot. Nem tudok úgy lefeküdni, hogy a szúnyog búrog itt a fülembe. Ó, vagy te rohadék! Nem ennyi apró bogarbért. Na jó. Megcsaptam. Megcsaptam a szúnyogot. Még egy van. Hányan vagytok, s hány kilósok? Baszki, a plafonra rácsapom ezeket, aztán csupa véres lesz a mennyezet. Hol vagytok? Na mindegy. Jó. Remélem nem fogja senki megzavarni az álmot. Brékó Petike fesztiválon, nem csicsikálunk 11-kor vegán. De hát reggel kezdődnek a programok. Friss akarok lenni. Valószínűleg a szúnyogok. Likass az Audi, sülye Anti. Na, fel van húzva az összes ablak. Na, nem is esik odaként. Hadd le, nyissuk csak ki egy kicsit az ajtót. Belülről ki lehet-e nyitni az ajtót? Még soha nem nyitottam belülről.
Nem lehet. Vagy ki lehet? Az anyját. Hát nincs ilyen emergency exit izé valam. Ez miért tervezi? Még ezt sem nyitottam ki. Van egy lik. Ezek csak a becsukók. Egy erősítő van. Te bezárod magad az autóba, aztán mi van, ez letörött? Hogy tudsz innen kiszállni? Én nem csukódol be? Az anyád, rohadja meg. Ez mi az? Van egy fogója, de még se nyílik ki. Légszi, előre kell mászni. De hát ennek nincsen belső nyitója. A csomagtartónak nem olyan. Mindegy. Ha esik, hanem úgyis mindegy. Zenekar vajon meddig hangol? Nem érdekel, meguntam. Kovi, néztem radart, jön majd utánpótlás. Nem baj, biztonságban vagyunk a kocsiba. Csak ki ne üssem az Audi tetejét. Ne félj. Gészi, hagyd magad megcsipni, jól lakik utána békén. Hagyj a francot, megcsip egymás után ötször. Kis kopec. Meg is kell egy kislány. Meg is kell, mi? Dóra Farkas, jó autó. Jó biza. Gyere, Dóri, van itt még egy hely mellettem. Így pedig most hogy meginnék egy sört, gyerekek? De büszke vagyok magamról, hogy nem ittam meg. Sem se tegnap. Egy kortya alkoholt se. Direkt nem hoztam, pedig hoztunk pálinkát barátoknak el, hogy osszunk szét egy-egy üveggel. Mielőtt indultam, Gyöngyösről ott volt 5 liter pálinka az autóban. Jó, és még vagy 5 üveg bor, azt a barátoktól kaptuk ajándékba. És mondom, gyorsan ezt innen ki az autóból. 5 liter pálinkával beállítok ide a fesztiválra, akkor bajok lesznek. Na, úgyhogy idáig sikerült megszabaduljak a gonosztól. Kovi, egy kártúr. Adjak egy kártúrt. Ja, hát nagyon nincs semmit látni. Cuccaim ott vannak elől. Jó. Nem, majd kabinlámpa itt még nincsen. Kíváncsi vagyok, fog-e jönni a rendőrség? Éjjel megzavarnak-e? Ja, ez a haver táskája, megkérte, hogy tegyek be ide egy táskát. Ott vannak a cuccaim elől. És itt még van még egy zsák, ilyen cucc, ilyen pokrócok, meg törőköző, meg ruhák. Itt a háti zsákom, amiben hordozok powerbanket, meg kulacsot, meg ezt-azt. Olyan tőtőt, erre a telefont be kéne dugjam, reggelre legyen fúra feltöltve. Anyas, most 49%. Nem tudom, a tőtő működik-e kontakt nélkül. Azt hiszem, igen. De nem vagyok biztos. De igen, te ott ég a kék lámpa. Na. Jó van. Kulacs van, vizem itt van a hátizsákba. Az a baj, ha pisilni kell, akkor mit csinálok? Kimegyek itt az oldalajtón. Ilyen szarságot, hogy belülről ne lehessen kinyitani a hátsó ajtót. Na de ez van.
Nem dugjam csak, most be se dugom. Máté, szóval bezárta magát, meg Hávé pont ilyenkor szokott még eljönni egy fucking kégyó is. Na, az nem hiányzik kégyó. Tényleg zárjuk csak be. Ha bezárom az autót, nem működik a kabinlámpa. Mekkora fasság ez? És ha kinyitom, akkor egyből felgyú az összes lámpa. Ilyen hülyeséget. Ezek a kurva német mérnökök. Csomó hülyeséget belé terveztek ebbe az autóba. Na, de mindegy. Végszer egy kígyó vicces lenne most, mi? Nagyon. Hát az oldalajton úgy ugranék ki téglés ugrásba, mint egy párduc. Goblin már csak egy leánkát kéne találni. A honnap leánka, azok ne féltek. Nem csinálok egy videót, csak egy élőadást se. Megyek és kergetem a csibéket. Esvény napi videót vagy live-ot csinálj, majd lássuk nappal a programokat. Ez most mi volt, magától bezárt? De miért? Kurva anyádat. Ó, de itt van egy gomb, ami külön a csomagtartót nyitja. Mit tudom én. A kocsi is azt akarja, hogy aludjak, már zárja be magát. Esvi, amúgy csináltam ma a klippeket, csak még nem volt időm összerakni. És nem is lesz, reggel összerakom, és feltűntöm. Egy rövid beszámolóval. Tony, kulcsosan nincsen csomagtér. Ajtó. A kulcson van. Hát de kizárja, csak nem nyissa fel. Bike ride, rájvileg csomagtér olyan középen van egy műanyag felé, amit le kell pattintani, és az mögött van egy fehér izé, amit jobbra el lehet húzni, és nyílik. Igen? Azt a kurva. Akkor az az a fedél, amit az elébb mutattam. Hát akkor csak meg kell nézzük, mert az így idegölő. Én kinyitom, és egy perc múlva magától bezárja. Fuck. Kurva német mérnökök. Nem, csak hogy nyílik ez az ajtó? Fedél az itt van, azt látom, csak ne, épp nem nyílik. Húzni kell, vagy nyomni, vagy... Lefelé, felfelé. Ja, el kell fordítani, te miért nem szóltok? Miért nem szóltok, hogy el kell fordítani? Kukucs! Na, nem látok semmit. Jaj, bakker, hát itt csak egy izé van, egy elakadás jelző, háromszög. Ezt a fasságot, Audi. Ezt a fasságot. Hát ez alatt van. Édesanyám. Ne síros. Várjál, csak itt valamit érzek az ujjamon. Nem csinál semmit. Nem, na nem lehet kimenni hátul. Lehetetlen. David Copperfield se tudna kimenni innen. Hmm.
megint bezavarta magát az autó. Most miért ég a vészjelző ég, baszki? Édesanyám, ha most nem fogok tudni aludni ebbe az autóba, vagy mi lesz? Szóval ki kell nyissam az ajtót, visszacsukjam, hogy érzékelje, hogy itt vagyok az autóban, és akkor nem zárja be. Nem? Vagy mit tudom én? Hol a botom? Hova tűnt a botom? Na jó, aludjunk, na! Gyerekek, hagyjátok, hogy aludjak! Kóbi fesztiválos csajok pedig szeretik a pálinkát. Elhiszem, de nem kell nekem részeges fehér nép. Elmész fesztiválozni és vizet iszol? Nem á. Hát miért ne? Goblin, körülötted lett volna minden csaj, te lettél volna a pálinka ellátó. Jó, de nem szabad behozni a fesztivál területére alkoholt. Kápi, nem hogy a dugatóval mentél volna. Esmi nappal hagy nyitva a hátulját, hát ha magára zárja valami nő és csapdába esik. Goblin, dugatóval sok száz kilométert letolni elég vacak dolog. Na jó, hát most már mennyi? 7-800 kilométer, az lófasz. Nem olyan nagy dolog. Máté, haver által ott hagyott megőrzendő táska. Van pár akciófilm, ami pont így kezdődött. Kóbi, manuálisan fel tudott kapcsolni szerintem. Nem ment, amikor lezárta magát. De most nem zárja le, azt hiszem, hogy kinyitottam az ajtót. Gégszi, nem gondoltak rá, aludni akarnak benne. Hát igen, a német mérnök nem gondolta, hogy ugye valaki valamiért aludni szeretne az autóba. Ha gondolták volna, akkor ezt is úgy csinálták volna, meg hátsó is nem lehet teljesen vízszint beleereszteni, egy kicsit így fennebb van, abban lehet azért van, hogy a párna jobban feküdjön rajta, de nem jó így. De mindegy, el lehet néha aludni benne egyet-kettőt. Péter Kanyó, kúsó, nem nyílik a csomagtartó. Ki lehet zárni, de nem lehet, de nem nyílik ki. Tomi, ha bezárom, még a riasztó is szólna. Na, baszna be. Ami manuálisan fel tudod kapcsolni a lámpát. Nem, hogyha be van zárva, nem. Hát az elébb bezárta magát, és nem tudtam felkapcsolni. Végzti a tekosid is ilyen. Hát nem érzékeli, hogy itt van a kulcs, itt bent van a kulcs. És akkor be tudnám a kulcsot zárni. Mondjuk, ha benne van a kontaktban, akkor nem, de hogyha csak így van a kulcs, hát akkor ez fasság. Töltőd. Vége az aksinak. 45%. Nincs baj még. Pixi, ha bezárod, be fogod magad riasztani. Bike Rider azért zárt magától, mert nyitás után nem nyitotta a rajtót, és ilyenkor visszazár, rá gondoltam én is. Pixi, kapcsolt ki a belső riasztót, az hogy kell? Ezt nem tudom. És remélem, hogy hajnalban bekapcsol a riasztó. Amúgy ebben nincsen olyan riasztó, valami csipogó van. Immobilizer, vagy hogy mondják. Immobilizé van. Rakjam a kulcsot a gyújtásba. Ja igen, és le tudom zárni belülről a sofőrajtón, ott van az a bezáró gomb.
Robin életmérekök, mindenre is gondoltak. És kap ezt se a húzókére, ami a sátra tartsa. Most már nem tartsa, mert megkerültek a sátorszegek. Alkádra ez nem, ez fedé lesz, úgy néz ki, valószínűleg más verzió vagy évjárat. Egyébként egyre jó lesz ez az este, igen. Mindjárt jönnek, kopogtatnak, akkor lesz jó a rendőrség. Mi a gond a kocsival? Nincs semmi végül is. Most megy a lámpa, na, ott van, ég a lámpa. Így megy a fellekapcsolás. Csak mikor lezárta magát az autó, akkor nem ment. Esmi, ez jobb, mint a koncert. Szegény zenészek. Szabó Lábi, milyen programok lesznek hónap? Nem tudom, nem néztem még. SV bérelni is lehetne egy lakóautót, lehet olcsóban jössz ki. Nem igaz, nézegettem én, ma 4-5 ezer euróért lehet venni olyan alkovos régi Fiat, vagy Peugeot, vagy Citroen. Hát olyasmi, mint az én Ducatom, csak egy szériával régebbi, tehát ilyen 80-as évjáratú, 80-tól 92-ig, 3-ig. Ja, alkovost. Fejtámla. Ja, ja, fejlámpa. Fejlámpa nálam is alapszett rész a fesztiválon. Hát de minek, ha van telefon? A telefonon ott a lámpa. Elsődlegesen nem erre a felhasználásra tervezték a járművet. Ja. Van egy gomba belső riasztónak. Azt a gombot én még nem láttam. Másfél hónap már remélem egy fehér nép se általában alszó. Máté, most esik le szó, ha valaki vámpir, akkor ott meg halottas kocsival megy lekempingezni a Balatonra. És kapac, ha jönne valaki büntetni, megmondod, nem adták kocsit, csak feltörted az eső elől. Pontosan. Na jó, gyerekek! Elég volt, menjünk, feküdjünk le. Ti nem akartok aludni, 11:30. Én azt hiszem, hogy elteszem magam hónapra. Na, aludjunk. Jó van, akkor jó éjszakát mindenkinek. És hónap aztán találkozunk valahol, valamikor. És miatt még csak fél hat, jó, hát te New York City-be vagy. Kovi fejlámpa, mindig oda néz, ahova te, illetve van rajta szolid piros vagy zöld fény is. Hát hasznos, ha tényleg hasznos egy fejlámpa. Majd hozunk következők. Van otthon, de el is feledkeztem róla. Na jó, itt mindenkinek, el vagyok menve, pa. Oké, kikapcsolni. Ilyen kicsike lett az X.